Sziasztok! Ma egy olyan esetet hoztam nektek, ami nem sorozatgyilkosságról szól, hanem egy darab gyilkosság van benne, és méghozzá egy magyar ügyről fogunk beszélgetni. Nem is tudom, melyik kötök ajánlotta egyébként figyelmembe már többször is ezt az ügyet. És az a helyzet, hogy nagyon érdekes számomra ez az ügy több aspektusa miatt is. Viszont szeretném előjáróba elmondani, hogy bár magyar ügyről van szó, és egy olyan ügyről, amiről viszonylag sokat cikkeztek, és nem is régen történt, vagy hát nem annyira régen történt, mégis az információk, amik fellelhetőek, hát hogy is mondjam, eléggé hiányosak. Mind az életrajziak, mind pedig, hát magáról az esetről azért viszonylag jól fent vannak, de az életrajz, a háttér az, ami nekem nagyon hiányzik ebben az ügyben. Jó? Úgyhogy, hát mindig majd próbálom elmondani, hogyha nem pontosak, vagy hogyha mondjuk egymásnak ellenkező információkat olvastam tök cikkben is az ügyről. De hát vágjunk is bele, az esetünk nem fog másról ma szólni, mint Soproni Ági színésznéről és az ő meggyilkolásáról. Szóval, először kezdeném egy kis Soproni Ági életrajzal, és már ebben is vannak hiányosságok, ami számomra felfoghatatlan, hogy lehet, hogy már ebben is itt hiányosságok vannak, de nem baj. Szóval Soproni Ági 1949-ben születik, november 23-án, és elvégzi a színművészeti főiskolát, akkor azt hiszem színművészeti főiskolának hívják, éppen, ugye azt nagyon sokszor átnevezték, szóval azért nem vagyok teljesen benne biztos, hogy éppen hogy nevezték. És hát az a helyzet, hogy a főiskola elvégzése után nem sokkal kimegy Finnországba 1976-ban, és ott ismerkedik meg az attassé férjével, és hát nagyon hamar össze is házasodnak. Aztán 79-ben megszületik a gyermeke, Petróci András, és az a helyzet, hogy innentől kezdve nem egészen egyértelmű az, hogy ők pontosan mikor váltak el. Vannak olyan információk, amik azt mondják, hogy 81-ben váltak el, van olyan, ami későbbre teszi a válás, szóval, hogy nem találtam hiteles forrást arra vonatkozólag, hogy vajon a válás mikor is történt, de azt lehet tudni, hogy nagyon kicsi volt még András a fia, amikor elváltak, és ami érdekessé teszi a dolgot, hogy amikor elváltak, akkor András az apával maradt, és kint maradt külföldön. Hogy ennek mi volt az oka, erre nem igazán találtam választ. Sokat utazott azért haza András, tehát ilyen nyári szünetekben, meg időnközönként jött ide, és tökéletesen beszélt magyarul is, és egyébként ő egy nagyon jó életszínvonalon élhetett odakint az apjával, aki nyilván egy attasé volt. Mondjuk, hogy egy attasé mennyire tudta tudott a gyerekére figyelni, és a gyerekét mondjuk nevelni, és mennyire volt jelen az ő életében, én azért ezt meg tudom kérdőjelezni, de lehet, hogy csak én vagyok rossz indulatú, és egyébként teljesen jól működött ez a dolog. Nekem minden esetre az fura, hogy ezt, és kicsit gyanús, de ez az én feltételezésem, jó? Tehát, hogy ezt nem tudom semmilyen ténnyel alábizonyítani, és lehet, hogy baromira nem így történt, de minden esetre azért nekem ebből a leírásból, meg leírásokból, amit olvastam, hát azt tűnt fel, hogy ezt a fiút azért úgy nagyon senki nem akarta, és hát szóval elhagyta az anyja, az apja gondolom dolgozott, babysitterek nevelték fel, ők vigyáztak rá, szóval hát az a helyzet, hogy nem hinném, hogy neki a szüleivel sikerült volna egészséges kötődést kialakítania. Ez az én véleményem, még egyszer hangsúlyozom, lehet, hogy baromira nem így történt, lehet, hogy csodálatos kapcsolat volt az ő szüleivel, és hogy ez egyáltalán nem nyomta rá a bélyegét aztán az ő életére, de van egy olyan sandagyom, hogy ez nem így van. A későbbi történések fényében van egy ilyen hegyanom, hogy ez nem így van. Ettől függetlenül nem helyes, amit tett, azt hozzátenném, és egyáltalán nem megbocsátható és nem megérthető, de azért ezt mint egy kis információt szerettem volna elmondani. Aztán András, tehát az Ágnesnek a
Fia összeköltözik az anyjával itt Magyarországon. Azt hiszem, ilyen 10 éves korában, ez is többféle információ van fönt az interneten, baromira nem lehet pontosan tudni, hogy hány évesen költözött haza, de mégiscsak hazaköltözött. Azt lehet tudni, hogy ő egy végtelen intelligens fiú, és hogy okos volt, több nyelven beszélt, de hát meglehetősen lusta volt, és nagyon-nagyon szeret jól élni. Tehát, hogy ő az a típusú ember, biztos ismertek ilyet, aki csak jól szeretne élni, de ő nem akar dolgozni, ő nem akar semmit se csinálni, csak ő lehetőleg hadd éljek jól, legyen pénz, legyen minden, és nekem ez olyan nagyon sok mindent meg kelljen csinálni. Egyébként még a Sobroni Ágiról azt szerettem volna még elmesélni nektek, csak így közben aztán fia is bejött a képbe, hogy többször ismerősei, családtagjai mesélték, hogy az öngyilkosság gondolatával foglalkozott, illetve hogy többször volt idegösszeomlása. Nem tudom, hogy ténylegesen milyen lelki állapotba lehetett, és milyen ember volt. Mondom, nagyon kevés dolog derül így ki. Sajnos, ezt azért el kell mondanom. Na de visszatérve, összeköltözik a fiával, mindenhol azt nyilatkozza, hogy ő nagyon szereti a fiát, és hogy az ő fia az ő életének az értelme, és ilyen nagyon ilyen pozitívan, kedvesen, szeretettel nyilatkozik a fiáról, de hölgyeim, ezt azért, és uraim, tudjuk azt, hogy ez sok mindent nem jelent. Tehát mondani nagyon sok mindent lehet, én is ismerek olyat, ahol a szülők, akik egyébként súlyosan bántalmazták a gyermeket, lelkileg, fizikailag, mindenhogyan, kifele a világnak csak azt mondták, hogy ők annyira imádják ezt a gyereket, és ő az életük értelme, és a legjobb dolog a világon, és közben a zárt falak között meg nem egészen ez ment. Na de, hogy hol is tartunk, a fiú a gimnázium elvégzése után nem tanul tovább, pedig nagyon intelligens, pedig nagyon azt mondja mindenki, hogy ő aztán bármilyen egyetemet elvégezhette volna könnyűszerrel, és azt csinálja, hogy ilyen mobiltelefonokkal seftel. Ebből szerez némi pénzt, de hát ez nyilván nem egy állás. Azt lehet még tudni, hogy ugye ő az anyjával egy budai villában él, ami nagyon jó helyen van, viszonylag nagy is, egy nagyon-nagyon szép villába élt, és hát ilyen 10 éves korától, ugye amikor rájött arra, hogy hát ő azért ebből sok pénzt nem fog keresni, hogy ő otthon hereverészik, és időnként mobiltelefonokkal próbál seftelni, megpróbálja rábeszélni az anyját, hogy adják el ezt a házat, hogy minek nekik ekkor a ház, meg különben is, és arra gondol, hogy akkor jó sok pénzt kapna ebből a házból, és abból azért tudna élni, mint Marci Helesen. És az a helyzet, hogy Soproni Ági ezt újra és újra azt mondja, hogy nem akarja eladni, ő szereti ezt a házat, ő neki fontos ez a ház, és hogy nem szeretné. Egyébként Soproni Ági szabadúszó színésznőként dolgozik a 90-es évektől, sok szinkront is csinál, és hát valószínűleg nem veti fel annyira a pénzt őt sem, de azért nem élnek szerintem annyira rosszul. Minden esetre ez a Andrásnak nagyon-nagyon nem tetszik, és ő ennél sokkal, de sokkal többre vágyik, sokkal több mindent szeretne. És ekkor fogalmazódik meg kis fejében az a nagyon-nagyon kedves és bájos gondolat, hogy igazándiból, hogyha eltetetné az anyját lábalól, és itt az eltetetem az anyámat lábalól van, tehát ő nem akarja megölni az anyját, vagy legalábbis a piszkos részét ő nem szeretné csinálni. És ő nagyon hamar kitalálja azt, hogy igazándiból neki csak egy embert kéne keresni, aki ezt bevállalja és megcsinálja, és akkor neki megvan oldva az egész élet és minden probléma. És először megkeres egy Dalos Beáta nevezetű lányt, aztán Dalos Beáta. Sok helyen csak ilyen D. Beátaként van beállítva, sőt, még valakit megkeres, hogy felajánlja nekik, hogy eladják a házat, és utána ad nekik sok-sok pénzt, 8 millió forintot ígér egyébként, és ezért cserébe csak azt kéne csinálni, hogy meg kéne ölni az anyját. És hát
A fiú is elutasítja, akit előzőleg megkeres, illetve ez a Beáta nevezetű lány is elutasítja ezt a kérést, és azt mondja, hogy ő nem. Ami érdekesség ugye, hogy egyikük se jelenti ezt a rendőrsége, hogy hé, engem megkeresett ez a haverom, és azt mondta, hogy jöjjön meg az anyját, és kapok 8 millió forintot, hello, nem kéne valamit csinálni? És az anyjának se szólnak, tehát hogy az se jut eszükbe, hogy jó, a rendőrségre nem akarok elmenni, meg nem akarok semmit, de hogy legalább az anyjának szólni, figyelj, a fiad azt mondta, hogy ha megöllek, kapok 8 millát, szerinted rendben van ez? Tehát, hogy egyiket sem jelentik, és nem történik ez ügyben semmi. És hát később egyébként azt tudom, hogy vagy azt több helyen megtaláltam, hogy ezt a Beáta nevezetű lányt, őt ezért bíróság elé is állítják. Amit viszont nem találtam meg sehol, és órák mentek arra rá, hogy én ezt megtaláljam, és biztos lesz valaki a komment szekcióban, aki könnyűszerrel meg fogja találni. Nem baj, nem vagyok ideges, megnyugszom. Nem találtam meg, hogy mekkora büntetést kapott Beáta. Engem ez nagyon érdekelt volna, hogy vajon milyen büntetésre ítélték őt el azért, hogy hát nem jelentette azt, hogy őt meg akarták bízni valakinek a meggyilkolásával. Hát csak ilyen érdekességképpen is, hogy vajon ezért a magyar törvények mennyire büntetik az embert, vagy hát, hogy éppen őt ezért mennyire vonták felelősségre, ez engem érdekelt volna, de sajnos nem találtam meg sehol. Illetve a másik fiú, akit úgy emlegetnek a cikkek, hogy egy pizzafutár volt, akit ismerőse volt Andrásnak, hogy őt meg én nem is találtam meg, hogy őt esetleg bíróság elé állították volna. Szóval, hogy az a helyzet, hogy nagyon erről nincs szó, pedig engem érdekelt volna, hogy akkor most mind a kettőjüket bíróság elé állították, vagy csak az egyiküket, hogy kit mire ítéltek, szóval ez engem érdekelt volna, de hát sajnos ezt nem fogom már megtudni ebbe az életbe, vagy hát lehet, hogy valamelyik őtök ügyes lesz és megtalálja, és akkor megtudom, de én sajnos nem találtam meg. Egyébként András ekkor 21 éves, és talál egy barátot. Méghozzá az akkor 26 éves Lázár Zsoltot találja, aki úgy tűnik, hogy ez a 8 millió forint, ez elegendő motiváció ahhoz, hogy ő ebbe belemenjen. És hát ez a helyzet, hogy hát győzködi azért egy ideig, tehát nem az van, hogy szól neki, és akkor hopp, gyorsan meg is öltük, és ennyi. Szóval győzködni kell ezt a Lázár Zsoltot, hogy na, léci, ölt már meg, mennyi pénzt fogsz kapni, nem lesz nehéz, nem tudom, tehát egy ilyen győzködésbe belemennek, de úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy oké. Okay. És akkor ezzel a fiúval járnak a házba, te tudjátok, így fölhívja magához, mint barátot. És hát ez a helyzet, hogy akkor is azon az estén méghozzá 2000. március 9-én is, hát áthívja magához Lázár Zsoltot, András, és hát fönt a szobájába, a felső emeleten iszogatnak, beszélgetnek, és egyszer csak bedobja azt a remek ötletet, Petróci, tehát András, a fiú, hogy hát akkor ma kéne igazándiból megölni az anyámat. És az a helyzet, hogy akkor már egy hete oda van készítve egy kábelköteg András szobájába, és azt tervezi, hogy ezzel a kábelköteggel öleti meg az anyját. És hát azt mondja neki Lázár, hogy figyelj, én nem hinném, hogy ez nekem nagy gyomrom, én nekem ez nem megy. És azt mondja neki András, hogy dehogy nem, gyere, ígyunk még egy kicsit. Megiszik, megisznak mind a ketten, 2 deci, 2,5 deci pálinkát, és az a helyzet, hogy fogja magát ezután Lázár Zsolt, lemegy, leviszi ezt a kábelköteget, és fejbe veri Ágnest vele, Soproni Ágnest vele. Soproni Ágnes ekkor még nem hal meg, felébred, és elkezdenek dulakodni. Eközben az emeleten van a fia, aki egy fülhallgatót felhelyez, és zenét hallgat, mert nem akarja hallani a dulakodást, és nem akarja hallani az anyjának a segélykiáltásait. Micsoda rendes ember, nem? Na és hát a dulakodás után, vagy közben, igen, a dulakodás közben Lázár Zsolt
megfojtja Soproni Ágnest. Akkor fölmegy, a két fiú úgy gondolja, hogy hát most akkor ezután a tett után igazából el kéne részegen, el kéne menni autózni egy kicsit, arról beszélgetnek, hogy kivesznek egy filmet. Azt nem találtam meg, hogy milyen filmet szerettek volna kivenni. Nem tudja, hogy fontos lenne, de mindegy. Szóval nem tudni, hogy milyen filmet gondolják, hogy kiveszik, de végül nem vesznek ki filmet, és nem filmeznek, hazamennek a kocsikázásból, és fölmennek a szobába aludni. Eközben Soproni Ágnes holtteste ott van lent az alsó szinten, tehát hogy ők ilyen teljes nyugalommal, vagy hát nem tudom, hogy mennyire teljes nyugalommal, de hogy fölmennek. Utána másnap fölkelnek, és azt a remek ötletet találja ki Ágnes fia, András, hogy föl kéne darabolni. És ehhez egy fűrészt fog használni Lázár Zsolt, ugyanis, hát, szóval ő nem akarta bemocskolni a kezét. Ez egyértelműen látszik az eseményekből, hogy ő úgy gondolta, hogy ezt mindenki más csináljon. Minden feladatot, hogy ő így, köszi szépen, ő jól van, ő csak itt az értelmi szerző. Szóval azt találja ki, hogy Lázár darabolja fel az anyját egy fűrésszel a fürdőkádban, amíg ő elmegy autóval Balatonra a Soproni Ágnesnek a telefonjával, és arról üzeneteket fog küldenie az ő otthon hagyott telefonjára, hogy úgy tűnjön, minthogyha még életben lenne, vagy hogyha máskor halt volna meg. És az a helyzet, hogy így is tesznek, azt mondja egyébként Lázár Zsolt, hogy ő neki közben hány ingere volt, többször hányt és bőgött, miközben ezt a darabolást végezte, és hogy hát ez neki borzasztóan nehezen ment. Hát ennek igazán örülök, hogy nehezen ment. Legalább ennyi, hogy nem ment könnyen, nem? Tehát, hogy így kösz szépen, hogy legalább nem ment ez könnyen, de mindegy, és aztán hazamegy Petrózi András, ugye Soproni Ágnes fia, és akkor tart a törzsnek a földarabolásnál Zsolt. És azt a vicces gondolatot dobja be András, hogy mi lenne, hogyha levágnánk belőle egy kis szeletet az anyámból, megsütnénk és megennénk. Na és ez az a momentum, ahol én azt gondolom, hogy itt azért valamilyen szociopátiás személyiségzavarról erősen beszélhetünk, tehát, hogy itt. Ebből az egy mozzanatból azt gondolom, hogy ez meglehetősen nyilvánvaló. Na és ezek után, ezt nem teszik meg egyébként, tehát, hogy hozzáteszem, ezt azért hál' az égnek nem teszik meg, viszont levágnak belőle darabot, és kutyával megetetik. Na mondjuk ez is milyen kutya, amelyik megeszi? Na mindegy, szóval a kutyával megetették ezt a levágott darabot, egyébként minden darabját szegény Ágnesnek műanyag zacskóba így berakják, és a közeli erdőbe elviszik, vagy ilyen erdős része, és egymástól pár száz méterenként elássák. De nem olyan mélyre, szóval hogy erre azért akkora hangsúlyt nem fektetnek, de mindegy, szóval, hogy ezt elássák. Na és hát utána az jön, hogy a fia, András, jelenteni fogja Soproni Ágnes eltűnését. De nem csak, hogy jelenteni fogja, hanem interjúkat fog adni, és ilyen borzasztó aggódó arccal el fogja mondani, hogy ő mennyire aggódik az anyáért, hogy nem tudja, hogy hol lehet. Ugye akkor 21 éves, hogy kéri a segítségét az embereknek, hogy segítsenek megtalálni. Szóval igen, ez a fiú nem játszik kicsibe, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy ő neki azért volt bőr a képén ezt előadni, de szerencsétlenségére nem sikerül ezt végigvinni, ezt a tervet, pedig nagyon jól átgondolta, meg kigondolta, és meg fogják találni a holttestét Ágnesnek. Egyébként akkor már a fiú nem lakik ott. Zsolt kiköltözik, és kiadja bérbe, mert hogy rájön arra, hogy hát ő ezt még nem tudja értékesíteni, amíg az anyja hivatalosan nem nyilvánítják halottá, szóval, hogy mégsem sikerült annyira jól ez a terv, az elején legalábbis ezt gondolja, mert hát basszus, nem tudja eladni a házat, ami az anyja nevén van. Mi meglepő?
És hát azt csinálja, hogy kiadja egyébként, és hát Lázár jön, és mondja, hogy te figyelj, azt ígérted nekem, hogy én 8 millió forintot fogok kapni, azért, mert megöltem az anyádat, és feldaraboltam. Hol van a pénzem? És hát ebből, ami albérleti pénzekből ad neki összesen 400 ezer forintot, illetve megengedi, hogy a házból, mindenki felkészült, háztartási gépeket elvigyen féláron. What the fuck? Tehát ez az a kategória, hogy így csak én nézek, hogy tessék, ezt még egyszer lassabban? Tehát, hogy ennyit kapott végül Lázár Zsolt összesen azért, mert megölte Soproni Ágnest. 400 ezer forintot és pár használt háztartási gépet félára. Biztos nagyon megérte. Na szóval, de végül 2000 októberében felfedezik a holttestet, és hát nagyon hamar rájönnek arra, hogy itt bizony ez a két fiú a bűnös, és beviszik őket kihallgatásra, és ők nagyon hamar megtörnek, és elkezdenek egymás ellen vallani. Így hát a rendőrségnek olyan nagyon extrém nehéz dolga nincs is, végül is 2002-ben, március 28-án a bíróság el fogja őket ítélni, mind a kettőt életfogyra, és ami nagyon érdekes, hogy a fiút, tehát Andrást legkorábban 40 év múlva szabadulhat Lázár, aki fizikailag elkövette a bűneseteket, vagy a bűntényt, ő pedig 35 év múlva szabadulhat. Tehát ugye az azt jelenti, hogy 2042-ben szabadulhat legkorábban András. Egyébként lehet róla tudni azóta is, hogy ő a börtönben nagyon jó magaviseletű. Az elején volt egy-két összetűzés, de azóta ő tényleg ilyen mintarabként viselkedik. Az apja látogatja őt, és csomagokat is küld neki, ami azt gondolom, hogy nem egy rossz dolog. Tehát, hogy azért ez szép tőle, hogy látogatja. Azt hiszem, hogy én is látogatnám a gyerekemet, nem tudom, valószínűleg. Angoltra tanítja a rabtársait, tehát angolul tanítja a rabtársait, és ennyit lehet ő róla tudni. Lázárról sokkal kevesebbet, tehát hogy őt nem tudjuk, hogy ő hogy él, meg hogyan. Viszont amit lehet tudni, hogy a ház az borzalmas állapotban van. Egyrészt nagyon sokáig üresen állt, aztán beleköltöztek hajléktalanok és drogosok, és mindent elhordtak ebből a házból. Tehát gyakorlatilag vakolat van már csak meg, és így kész, tehát az ablakokat elhordták, a mindent elhordtak a házból. És végül a Ágnes szülei és a volt férje örökölte a házat ők. És Ágnes szülei végül eladták a házat a volt férnek, és a mai napig a volt férnek van a birtokában, és nem, valamilyen okból kifolyólag nem akarta eladni, nem tudom miért. Nem, lehet, hogy azért is, mert hogy ilyen borzalom történt benne, nem tudom, de végül nem adta el ezt a házat, és az ebek hagyjáé, és borzalmas állapotban van, és most már csak le kéne dózerolni igazándiból, mert sok minden más nem lehet vele tenni. Szóval hát ez volt Soproni Ágnes tragikus halálának a története. Azért tök jó, hogy elkapták őket. Egyébként még volt valami, de ez is nagyon homályosan van megfogalmazva a cikkekben, hogy volt azért itt rendőri hiba is elkövetve, akit egyébként aztán felelősségre is vontak miatt a hiba elkövetése miatt, de ez nem volt teljesen részletezve, és azért nem akartam ebbe a sztoriba már belehozni. De hát igen, szóval ő volt Soproni Ágnes színésznő. Nagyon-nagyon megrázta a közvéleményt ez az eset, mert hogy a brutalitása miatt. Tehát, hogy azért ez tényleg irtózatosan brutális eset volt. És az, hogy valakinek a saját fia volt az, aki erre kvázi felbérelt valakit, kitervelte, és hogy ekkora gyűlölet. És hogy igazándiból semmiért. Tehát, hogy csak a pénz lett volna ekkora motiváció, azért az végtelenül szomorú. Lehet, hogy valóban csak a pénz volt ilyen nagy motiváció. Én azért mondom, a történetből nekem azért az is egy kicsit így, hát, gyanús, hogy neki azért nem volt olyan jó anya-fia kapcsolatuk. Ez persze nem indok a gyilkosságra, de hogy azért ez egy kicsit olyan gyanús a sztoriból. Remélem érdekesnek találtátok ezt az esetet, vigyázzatok magatokra, legyen nagyon-nagyon szép napotok. Sziasztok!